Tanórák után jó esik az ebéd a gyerekeknek az Árpád iskola étkezőjében. A menü éppen rántott leves, resztelt máj burgonyával és céklával. Nagyatádon jelenleg 1040-nél is több gyerek veszi igénybe a közétkeztetést. Közülük kevesebb, mint 400-an fizetnek teljes összegű térítési díjat. Csaknem 110 féláron vehetik igénybe az étkezést, 530-nál is többen pedig térítésmentesen. Az ingyenességnek két típusa van. Az egyik egy kormányzati program keretében valósul meg. A másik pedig ugye a szociális helyzet alapján lehet megalapítani vagy az ingyenes étkezést, vagy pedig a 50%-os kedvezményes étkezést. Tehát az 1042 kisgyerekből 535 nem fizet térítési díjat. Jelenleg 219 millió forintba kerül a gyermekétkeztetés Nagyatádon, ám ennek csupán kevesebb, mint 57%-át biztosítja az állami normatíva. A negyedét a városnak kell hozzátennie a saját bevételeiből. Csak nem az ötödét teszi ki az az összeg, amit pedig térítési díjként a szülők befizetnek. A közétkeztetési feladatokat végző nagyatádi intézményellátó szervezet kimutatása szerint csak az idén 20%-kal nőttek az élelmiszernyersanyagok beszerzési árai. A testület azonban már két éve nem emelte a normát. Most is csak 10%-os emelést hagyott jóvá. Így az óvodában kevesebb, mint 50 forinttal, az általános iskolában pedig mintegy 60 forinttal drágul majd a napi háromszori étkezés. A középiskolai ebédért pedig csaknem 40 forinttal kell több térítési díjat fizetni. Mégpedig azért, hogy megfelelő minőségű ételt tudjanak biztosítani a nagyatádi gyerekeknek. Következő gond van, hogy igazából látom azt, hogy országosan hiány van az orvosokból, hiány van a házi orvosokból, és a helyettesítő cégnek a kapacitása, akik erre szakosodtak, nem tudom, hogy meddig terjed. Erről több mint egy éve beszélt a nagyatádi háziorvos. Az orvosi ügyeleti ellátást mára egyértelműen elérte az egyre súlyosabb probléma. A testületi ülésen el is hangzott, jelentősen romlott a színvonala. És csökkent az ügyeleti ellátást igénybevevők száma is. Ám ettől függetlenül az önkormányzat feladata megmaradt. Nekünk biztosítanunk kell a hétközi ügyeletet, ugye a késő délutáni óráktól reggel 7 óráig, és a hétvégi szombat-vasárnapi egésznapos 24 órás orvosi ügyeletet. Ez azonban egyre nehezebb, éppen az említett országos orvoshiány miatt. Az egészségügyi ágazatban az elmúlt 3 évben 50%-os béremelkedés történt. A kormány rögzítette ugyanis a havi alapbér és illetmény minimumát. Erre azonban nem biztosított fedezetet az ügyeleti rendszerben dolgozók számára. Ezért az egészségügyi szolgáltatást Nagyatádon csaknem 3 éve végző vállalkozás most több mint a duplájára emelné az önkormányzattól kért kiegészítést. 12,7 millió forint helyett 28 milliót kér. A képviselők úgy határoztak, csak 10%-os emelést hagynak jóvá, és új szolgáltatási pályázatot fognak kiírni. A Somogy temetkezési Kft. Ugyancsak jelezte, egyéb költségeik mellett a béreket is jelentősen kellett emelniük. A szakmunkás minimálbér 71%-kal nőtt az elmúlt 6 évben. A testület elfogadta a sírhelyek megváltásának és a temetkezési szolgáltatásoknak a 10%-os emelésére tett javaslatot. Hogy évek óta nem volt lakbéremelés. Most azt mondjuk és úgy ítéljük meg, hogy a szociális bérlakások esetében nem javasoljuk a lakbérek emelését, míg a közérdekű közcélú lakásoknál és a piaci lakásoknál igen. A két utóbbi lakbér 15%-kal emelkedik januártól a testület döntése szerint. Ez egyébként alig több mint 40 bérlakást érint a csaknem 170-ből. A piacon és a vásárcsarnokban a napi helyhasználati díjakat átlagosan negyed évvel emelték a képviselők. A nem lakás célú helyiségek bérleti díját pedig átlagosan 10%-kal növelték, miután 7 éve változatlanok voltak. A testület a nagyatádi főnök igazgatójával 5 pályázó közül egy nagyatádit választott. Mindhárom tagintézmény esetében a folyamatos fejlesztést tűztük ki célul. Legfőképpen a nagyatádiakat szeretnénk megszólítani, a legtöbb vendéget behozni Nagyatádról és környékéről,
különböző a strandot tekintve különböző élményelemek megjelenésével, a gyógyfürdőn a szolgáltatások bővítésével, főleg a gyógyellátásbeli szolgáltatásokra gondolok, a tanúszodába pedig sokkal több olyan rendezvényt, sportrendezvényt kell szervezni az egyesületek bevonásával, melyek a sportot kedvetetik meg a fiatalságban. Kolicz Tamás január 1-től látja el a nagyatádi fürdők igazgatói feladatait.